azt a szomorú megállapítást kell tegyük, hogy 30 évvel a magyar tőkepiac indulása után még mindig igaz, hogy bizony egy kifejlődőben lévő tőkepiacnak, vagy indulóban lévő tőkepiacnak nagyon fontos az állami és az államhoz nyilván szorosan kapcsolódó jegybanki támogatás. Tehát az a kérdés, hogy most megint nekifutunk, és egy pár évig komoly fejlődést tudunk elérni. Ez nagyon jó lenne, ezen mindannyian sokat dolgozunk. Ugye nap mint nap mi, mint piaci részvő, más se csinálunk. De az kár lenne, hogyha pár év múlva megint valamilyen intézkedés sorozat, meghatározóan állami intézkedés sorozat ezt visszavetni. Úgyhogy abban bízunk, hogyha most van egy ilyen szándék, hogy a kormányzat valóban a tőkepiac fejlesztését kiemelt célnak tartja, akkor utána azokat az eredményeket meg is becsüli, amiket közösen elérünk. Hát én nagyon szeretném, hogyha lenne IPO, mi is dolgoztunk az elmúlt egy évben IPO-n, tehát új cégbevezetésén. Például azért kellett leállítsuk, mert egy olyan hirtelen és meglehetősen logikátlan szabályozásváltozás történt, ami az adott céget meglehetősen negatívan érintette. Ezek azok a dolgok, amikről azt gondolom, hogy nagyon szerencsétlenek egy tőkepiac, de egy egész gazdaság fejlődése szempontjából. És persze nézünk folyamatosan más cégeket is, úgyhogy mi magunk is szeretnénk jönni IPO-val. Ha a kormányzat tervez privatizációs vagy valamilyen állami vállalatnál tőkebevonásos tranzakciót, arra nyilván fogunk pályázni, remélhetőleg pályázatok lesznek, és nem urambátyámság. Úgyhogy szerintem a kilátások azok jók, a szándékok a kérdésesek. Egy évvel ezelőtt, amikor elindultunk a román piacon, akkor azt láttuk, hogy a makrogazdasági kilátásai az országnak nagyon jók. A szabályozás abban az irányba változott a megelőző időszakban, ami nagyon jót tesz a tőkepiac fejlődésének, és sok izgalmas új cég lehetőséget árult föl, amit a befektetőinknek tudunk ajánlani. És ez a három posztulátum, ami miatt mi ott elindultunk, ez eddig ezt az idő igazolta. Nagyon érdekes, hogy pont az elmúlt negyed évnek az ajánlásait néztem, amit az elemzőink az ügyfeleknek ajánlanak, és gyakorlatilag a legsikeresebb ajánlásaink azok a román tőzsdéhez kapcsolódnak. Persze közben a magyar piac is nagyon érdekes volt és tartogatott lehetőségeket, de itt főleg olyan cégekről beszélünk, amelyekkel 20 éve foglalkoznak az ügyfelek, tehát nem szabad alábecsülni azt, hogy itt az érdekesség, az újszerűség, az ismeretlen cégek megjelenése az mindig vonzó a befektetők számára, hiszen abban több lehetőség van, hogy magasabb hozamot érjenek el. Úgyhogy ezeket az elvárásokat eddig abszolút alátámasztotta, amit tapasztaltunk.